Jó, majd a fel fogok jönni. És csízelni fogom. Aha, itt ez nem lesz jó, innen le fog lökni. Menjünk vissza a folyosóra. Gyere vissza. Ilyenkor mit csinál, amikor így lefagy? Elgondolkozik, hogy vajon milyen jövő vár rá? Megint elment borért. Hova lett? Mindegy, addig marázok. Igen. Mi ez a kamera kapkodás? Nyugodj meg! Most megint elmegy borér. El hát. De ő szerintetek fogyatékotok? Nem lát? Hova mész, öreg? Most megint elgondolkodok az életén. Levágtuk a farkát. Ez azért jó, mert akkor nem fog tudni olyan halálsugarat rámlőni, mint az előbb. Atya Isten! Au! Nem akarok meghalni. Nagyon jó. Csízeljük. Gyere, barátos. Hello, barátos. Hát ez hülye. Öcsém, olyan szinten ugrasz mellém. Hát és ez hova lőtted? Most is hova nézel, öreg? Te ott hagytad a szemcsit? Dead! Motherfucker! Ilyen bosszránt én még egyszer nem akarok. Hát nem csak szerintem, igen. Öcsém, ilyen bosszránt, ez mi volt? Én még egy ilyet komolyan mondom, hogy 3,5 percen keresztül kell futni a bosshoz, és ott áll egy ilyen szűk lépcsőn egy olyan mob, ami 2 ütésből megölt, tehát ez így... Egyszerűen kell a francnak ilyen. Ez nem jó, nem ad hozzá az élményhez. Végre megint ember vagyok, ez azt jelenti, hogy 3 másodperc múlva meghalok, mert ezt így kb. Nem sokáig szoktam tűrni. Viszont addig ezt a ringet le lehetne cserélni. Hol van a Magic Ring? Köszönöm a GG-t, srácok. Magic Power, ez az. Köszönöm szépen. De soha többet ilyet. Ez ilyen bosszokat nem, ez nem szeretem. Egyszerűen nem jó. Nem jó ilyen, de egyszerűen ilyenkor a játékot nem érzem magaménak. Sőt, ez nem az. Nem jó. The Ivory Tower. It's very good. Legendary Warrior Soul. Oké. Okay. És akkor ilyenkor mi a búbánat van? Most ezzel a résszel kész vagyunk? Mehetünk, ahova akarunk? Jó, oda lehet teleportálni. Menjünk vissza a Nexusba. Itt a csaj. Lépünk néhány szintet.
Ennek most sok értelmét nem látom. A Magic-en tolunk. Konfirmáljuk. Konfirmáltuk. Aki szerint nem létezik ilyen szó, az téved. Nála is konfirmáljuk a repair-t. Ezt is konfirmáltuk. Jó, befejeztem, bocs. Ő miért lett ott sárga? Vaj. Te miért vagy sárga itt? Ja, ezt már mondtad. Akkor csak úgy random besárgult. Na jó. Itt voltunk. Ezt megcsináltuk. És akkor most éppen itt progresszelünk, ugye? Hát az Ivory Tower. Menjünk oda. Ilyenkor azt szokott jönni, hogy két boss jön egymás után egyébként. Ebben kifejezetten reménykedem. Értem. Itt kinyílt egy ajtó. Very good. Remélem boss. Ez lesz az Old Monk? Mert ennek már hallottam hírét. Igen, ez az lesz. Valami jelentősége biztosan van. Szerintem ez valami templomszerűség lehet. Bár valaki nagyon rendezetlenül pakolta le a székeket. Mi ez? Itt is vannak egy kis fikák. Ezektől mikor lehet majd megszabadulni? Fika. Ennek biztos van valami lore, amit én még most itt nem tudok. Dobott valamit. Nagyjából semmit. Ó, Istenem! Istenem! Ez komoly! Nem sebzek rajta. Nem akarok meghalni. Pusztulj! Fresh Spice 2, de hát ez... nem valami sok. Nem hiszlek el. Azt láttátok, mekkora damage-et tolt? Ez hatalmas damage. Hatalmas. Úgyhogy mondom, tele vagyok Magic Resistance-val. Black Phantom, Marcos invaded. De jó, bejött egy invader. Ez egy másik player. Fantasztikus. Kurvára örülök neki. Nagyon jó. Semmi másra nem vágytam, mint egy másik playerrel itt fightolni. Na, de így akkor kizárom őt a francba. Ez így kezdődik ez a fight?
Aha. Frenetikus. Egyelőre frenetikus. Aha. Ja, ez a másik játékos. Értem. Ja, ez lenne az Old Monk. Mi ez a rengeteg szék amúgy, de tényleg? Pam 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 pam. Bleeding. Megöltem. És én is meghaltam. Ez egy egészen különleges fight volt. De legalább megöltem ezt a Marcos Fost egyébként. Vagy mi volt ennek a gyökérnek a neveit. Igen, ez GG. Megöltem. De azért amúgy rühellem, amikor egy másik játékos ellen kell egy szórakozni. Hülye balfasz. Abból állt az egész ki, hogy körülöttem járkált. Ennyi. Gondolom ennek a bossnak ez lenne a lényege, hogy... egy másik játékos ellen kell fájtani. Balhere. Mondjuk így nem kapott értem semmit, mert előbb halt meg, mint én. Én meg ugye belehaltam a bleedingbe. És most megint itt lesz az a szar, amit meg kell mindig ölni? Kelleni fog nekem a gyűrű. Melyik az, amikor várjunk, csak kevesebb a HP-t csökkent ez? Nem. Nem. Ez az. Csak picit több HP-n van így. Az a két fresh spice, amit kidobott, az most kb. Arra el is fog menni, hogy visszanyomjam azt a manát, amit elfogyasztottam arra, hogy megöljem. Hmm. Most már jönnek azok a szarok. Igen. Dead, dead. Dead, dead, dead. Mondom, dead. És itt lesz még egy. Ugye? Itt kettő van. Természetesen kettő van. Hiszen tök béna lenne, ha csak egy lenne. Gyere! Na. És ha rásúnyulok... 271 damage. Nem sok. Igen. De hogy mozog? Még a feje is, nézzétek meg, így trutymálódik a feje. Ha van ilyen szó. Nem tudok mit csinálni, most szeretek ledépéselni. Úristen, please, ne kelljen ezekkel többet fájtolni, kérlek, ez az utolsó. Remélem, hogy a végi játszásban több ilyen már nem lesz, mert iszonyatosan unom. Ó, de jó. Ez upgrade. Moonlight Stone Chunk. És itt van annak a hülye gyereknek a hullája, aki kinyírt az előbb. Itt az E hullám van.
Ó, ez biztos valami szörnyetesen deep story. Igen, Golden Demon Soul. Jó. Aha, ezek a festmények biztos, hogy valami lore cucc, az ott össze van csikargatva. Mindenkinek az arca szét van onnan húzva. Értem. És azért rakás szék ide dobálva. És ott a pulpitus. Mennyire jól néz ki amúgy. Milyen szomorú története van ennek a gémnek. Majd Váti Vidán megnézem, hogy mi a lore-ja a gémnek. Ugye ő szokta nagyon beleásni magát. Ez egy YouTube csatorna, ajánlom nektek is. Nagyon-nagyon-nagyon jól el szoktam magyarázni a lórokat. Valamint 5000 szólt adtak egyébként ezért a Márkos Fosnak a megöléséért. Ami fantasztikus volt, arról szólt, hogy körülöttem ugrál. Na jó, akkor Nexus. Vagy Nexus. Vagy tök mindegy. Töm-töröm-töröm. Megint itt a csaj. Ezek már gyanúsak itt nekem, hogy mindig egymás mellett ülnek. Hát így. Így bizony. És akkor ezt lehet konfirmálni. 31 000 szól ér. 3 szint. Aha, és akkor most vagyunk 43-as szinten. All right. Art thou finished? May thy strength help the world. Minden kipakolunk pár cuccot, mert szerintem megint kezd teljesen tele lenni az inventory. Ez marad. Ezeket kidobjuk, vagy ide tesszük. Igen. Jó. Így van, nagyon jó minden. Most merre kéne menni? Hát gondolom a következő kő felé. Már nem csak itt voltunk. Ezt most megcsináltuk, igaz? Throne of Yormedar. His revenge complete, the old man withdrew away. Got the rose that controlled his body. Aha. Aha. Itt is itt vannak a lórok leírva szépen. Tök jó. Ez mi? Ez el van törve, ezt gondolom majd később lesz érdekes. A shrine is shadow man. Rush the stars and mounts of the dead. Aha. Ó, nagyon jó. Ez is egy rendkívül vidám helynek tűnik. Csupa vidámság. Mehetünk ide szerintem. Szerintem ez a következő, mert úgy látom, hogy így egymás mellett vannak a stónok. Mhm. Jó. Nagyszerű. Erre van. Oké. Okay. Most már csak az lenne jó nekem. Atyaisten. Ha érzékeny a magicre. Au. Menj már picsába, hát mennyi azért, milyen mozgékony ez. Hát ez brutál volt. Na várjunk, ezt még egyszer légy szíves, mert leszette a fél HP-m. Nem jó helyre teleportálok, no problemo. Ja de, jó helyre jöttem. Na jó, akkor nézzük meg megint léci. Mennyire érzékeny a Soul Arrow-ra? Viszonylag. Hát ez túl handy-del lesz egyik így, ez cső. Nem, nagyon gyors ahhoz, hogy elkasztoljam a mágiát. Nem tudok rávarázsolni, mert addigra rögtön megüt. Úristen, de jól néz ki, te atya ég. Atya ég. Hogy néz ki ez a tűz?
Rendesen, mint egy, mint egy FX effekt. Jézusom. Jaj, de jó, tolod már a bullshit-et megint. Dead. Jó, akkor ezek szerint nem éri meg őket mágiázni, ezeket egyszer le kell DPS-elni és kész. Ú, de jó. Ú, de jó, és ráadásul ötöt dobott. Na, ilyenekből kéne még nekem egy csomó, mert mostanában semmi nem dobott itt healed. Kettő is. Lehetőleg egy kéne nekem. Ha az is damage-el, ahogy rám gördül. Az pedig ott egy ijász. Ú, rengeteget sebez rajta a Magic. Rengeteget. Soul remains. Oké. Hopp! Hopp, 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 hopp. Meg fogok halni konkrétan. Ha most szeszek betolni egy hírt, ezért nem lesz jó. Nincs HP-m. Igen. Ó, nem mondjátok komolyan, ha ez most megint boss lesz, én magamhoz. Talisman of God. Ott is ott egy item. Soldier's loot, Lotus. Hát ez mi? Te lehet menni jobbra is, meg balra? Erre mi van? Semmi. Szerintem én itt most béké hagyom. Az mi? Jó, nem, kösz. Ó, ez egy csapda. Az bizony, ez egy csapda. Igen. Ez nem egy lövészárok itt. Ó, de nézzetek, micsoda ninja. Pusztulsz. Pusztulsz. Így van. Dobott is itemet. Bladestone Shard. Ó. Oh. Oké. Okay. Ez ennyi? Ja, itt jöttem föl. Aha. Ott egy item még. Soul remains. Oké. Okay. Gondolom, akkor itt felfelé kéne menni? Igen. Lehet minden felé menni. És pusztulsz. Így van. Ó, itt vannak az íjászok. Holy shit, gondoltam, hogy az lesz. Aha. Ha ő innen, akit megöltem, ő nem halt meg, hanem oda átment. Vagyis megöltem?
Most jövünk át a másik oldalra, amit láttunk a rácson keresztül. Ahhoz az itemhez. Ha-ha-ha. Isten császár. Mondom, Isten császár a pályatervezés. Áú! Áú, itt is itt volt egy ilyen csapda. Ha oda is rakta valaki az üzenetét. Na mindegy, no problemo. És most erre kéne eljönni? Rá tudok lőni. Ha? Az baj, nem tudom becélozni, így igen. Very good. Ha itt lemegyek, nem tudok már visszajönni. Jó. Ha, ez már jön is rám, mint az állat. HP meg nem nagyon van. Sorry, Mace. Van itt csapda? Nem látok egyelőre. Ha, már jön valaki. Annyira gyorsak, hogy semmi értelme kasztolni egyébként. Jó. Mi van? Ja, onnan jöttem. És ez itt sehova nem vezet? Ez titkos fal? Haha! Az hát. Az hát. Ezek mögött mindig valami oldenári, egy szívás van. Nem. Még erre felé nem néztünk szét, ez valami sokkal hosszabb dolog lesz. Itt szerintem csak a torony tetejére lehet fölmenni és ott szétnézni. Mi ez a bukfencezés amúgy? Nem valami taktikus, szerintem az enemire rá bukfencezni. Igen, itt egy item. Itt öltem meg az archert. Compound longbow. Tökéletes, sosem használom, de mehetünk tovább. Te van olyan, aki úgy viszi végig a Dark Souls-okat, hogy bow-t használ? Még itt lehetett kimenni. Eltávolodott a kamera. Itt akkor valamit majd látnom kell. Ezt sose használom. Itt egy madárfészek. Aha, le kell neki rakni valamit, és majd ad helyette valami mást. Jó. Ott egy item. Ott meg egy Crystal Lizard. Moon Shard, Stone Shard. Nagyon jó. Ja, akkor most visszamegyünk oda, ahonnan jöttünk. Ah, nem nagyon szoktam ezeknek a madaraknak ott hagyni amúgy semmit. Őszintén megmondom, mert általában hülyeségeket adnak. Nem itt volt a trap? Nem. Itt volt a titkos fal. Akkor menjünk a titkos fal felé. Ja, nem, ezt már kiütöttem a titkos falat. Alright.
Biztos valami giga meg a szívás lesz itt egyébként. Igen. Ó, gyönyörű. Azonnal HP-zunk. Soul remains. Aha, itt jön. Ó, ő is át tud ütni a falon, de akkor én is. Nagyon jó, ez gyönyörű volt. Titkos fal? Az hát. Kraskan Moongrass. Ez pedig itt mi a búbánat? Hello? Ez mi? Ja, ez egy ajtó. Nyissuk ki. Ó, ehhez kellett a copper key. Hello? You saved me. Heavens, I can't believe I fell for that trap. I suppose I owe you now. I'm Blige, a grave robber. It's thanks I can provide you with useful goods. Who couldn't do with a little help down in these parts? Grave robber. This shrine was used in a ghastly ritual by an ancient tribe. They have long perished. Now the demons have put the souls in the wash. At least here you're killing things that are already dead. Lost skeletons and shadow lurkers. That's what I like about this place. Better than killing those poor soul-starved humans, right? Better than killing those poor souls. Mit adsz el? Half Moon Grass-t adja el 100 szólért drágában, mint a Nexusban, a másik. Igen. Leather cuccokat, Barbarian cuccokat. Lényegében semmi jót nem ad el. Ez micsoda, Sticky White Slime. De szép a grafikája ennek a köpedéknek. Rettentő guszti. Ezzel baitálni lehet őket? Aha. Ez a Fresh Spice, ebben vannak egy csomó. És egy Late Moongrass. Meg egy Half Moongrass, aha. Cloudstone. Nagyon-nagyon drága. Shred of green ore produced between clouds. Nem. Semmi értelme, ezt utca nincs. Leather Shield. Kinek kell shield? Leave. Semmi. Szarokat árulsz, Rino Hero, szóval. Oké. Oké. Ez egy titkos fal? Igen? Nem. És ez az? És ez az? És ez az? És ez? És ez? Befejeztem. Ezt fogalmam nem lenni róla, hogy merre vagyok amúgy. Várjunk itt, kiütöttem egy holy shit, holy shit. Hallottam, hogy megnyomtam a csapdát. Ha, most kiukadtam valahova. Ez egy nyílt terület. Itt egy füstkapu, ami... Ó, bejöttünk a dagidög mögé. Csak meg akartam vakarni az orrom. Mi volt ez, ami rám jött amúgy egyből? Most azt nem tudom, hogy itt most mit kéne csinálni? Ebben menni a füstkapuba, vagy ezt itt megölni? Szerintetek? Most ezen gondolkozok amúgy. Mindegy, elkezdek lootolni. No way! Itt volt az Uchigatana. No fucking way! Oh my god, man! Haha, haha! Ez micsoda? Au! Mi honnan lövöldözhet? Hagyjál már békén! Nyugodj meg, nyugodj meg, nyugodj meg!
Megvan az Uchigatana, srácok. Mutasd már nekem. Mi kell hozzá? 18-as strength. 9-es strength-en van. Holy shit. Ilyet nyilván nem akarok Mage-el Uchigatanát használni, csak kíváncsi voltam, hogy milyen statjai vannak. De most ezt innen nem lehet leszedni? Hát de ez így iszonyatosan unfair. Ez iszonyatosan unfair. Full Moon Grass. Ezt bekaptuk. Megpróbálom itt ezt a Vanguardot, vagy mi a lószer ez itt. Ez volt az első boss talán. Le lehet szúrni. Nem, de nagyon szépen megmozdult a feneke, ahogy beleszúrtam. Ez nagy, óriási baromság volt, amit most csináltam. Mi történt? Elfelejtett? Elfelejtett? Pusztulj! Mindegy, megölöm akkor így. Milyen türelmes egyébként, látjátok, csak egy kicsit megmozdítja a fejét. Au. Au. Látjátok? Degény amúgy. Ő onnan nem tud elmozdulni. Szegény, rendesen sajnálom. Valami már megint rám akart itt lőni. Ide beállok, mert ez egy kis fedezék. Megint. Szegény. Nézd csak, bólint egyet. Szegény. De dobott valamit? Grey Demon Soul. Anyád. Már hallottam, hogy jön felém. Kili. Az nagyon jó egyébként. Igen. Full Moon Grass, ez fantasztikus. Nő is volt ez olyan durva, mint amire gondoltam. És ott egy item. De szemét, már hallottam, hogy jön felém ez a szar. Itt oda le lehet ugrani? Nem. Hagyjuk. Tudod, hogy itt van valami eldugva. Hát akkor ez ennyi. Ezt át lehet törni? Nem. Itt van titkos fal? Ez titkos fal? Van. Jó, mindegy, hagyjuk. Akkor itt egy, remélem ez boss fight. Nem. Ezt is elképzelem, hogy a fejlesztők leültek, hogy srácok, olyan uncsi itt ez a rész. Szerintem tegyünk be olyanokat, amiket nem lehet lelőni, folyamatosan lőnek és szállnak fölötted, és többen is legyenek, mert egy nem elég. Úgyhogy szerintem ez fontos. Hello? A mögötte lévő haverja majd megpróbál megölni. De nem hagyjuk. Aha, ez mi? Ez valami ninja itt. Ezt elpusztítjuk. Sikerült.
soul remain. Educators Shield. Micsoda nevek. Igen. Ő dobott is gondolom ezt a... Blitzstone shardot dobott, az mondjuk very good. Trap. Trap bizony. Itt most körbe jöttem? Jézusom, azt hittem itt leestem. Itt egy item. Hülye. Ezeket nem lehetne valahogy megölni? Nem. Na jó, beiszok még egy fresh spice-t is, és ezeket mindjárt gondoskodok itt, ez itt nagyon-nagyon uncsi. Valahogy nem lehetne onnan leszedni, de már megint rám lőtt. Ki se tudom jelölni, az a baj. Most ki tudtam jelölni viszont. Eltaláltam. Ó, ezeket egy lövésre... Ó, egy lövésre lehetne szedni. Aha. Csak el kell őket találni. Jó. Igen. Baromi egyszerű őket megölni, csak el kell őket találni. Hova lettek? Ott van. Takarásban van. Ezt nem fogom tudni lelőni onnan soha. Jó, akkor mindegy, akkor gyerünk le. Cloudstone shardot dobott az egyik. Fantasztikus. Igen. Gondolom itt lesz valami, majd megpróbál engem lelökni. Na, ő. Aha, nem sikerült. Úristen, de utálom ezeket a... De miért? Miért pusztultak már meg? Pusztulj már meg! Pusztulj meg! Az eltalálta! Az eltalálta! És majdnem meg is haltam. Hihetetlen. Ott van egy ilyen nagy Joe. Dead Joe. Ha ő szerette volna fenni azt a valamit, de nem sikerült. Au. Ha visszajön, megalom. Hogy ez nyomkövetés. Ohó, ohó. Többször is átment rajtam ugye a Fireball. Többször is. Semmit nem tudok velük amúgy kezdeni. Ez vagy egy bow kéne, vagy egy crossbow. Az gyors. A Jonathant ezt leszedjük innen, mert ez must have. Igen. Hi Jonathan. Mögöttem már pattan is befelé minden. Ez micsoda? Valamit tipegett.
Ja, Istenem! Mikor pusztultak már meg? Degusztustalanul néz ki fogok. Még egyszer elszáll fölött a megalom. Most, aha. Gyere csak! Vagy erről fog jönni? Jó kérdés. Jó, mindegy. Azért ott át lehet menni. Ha ezen át kéne sétálni. Easy. Fó, de gyűlöllek. Fó. Fordulj meg. Ha jön vissza, na most fogom lelőni. De átmegy rajta. Megvan. Become harder back phantoms to detect. 16 000 szólom van amúgy. Jó, itt fenn meg gondolom más nincs, ez itt egy titkos fal? Nem. Ott van egy item, de gondolom itt lesz egy trap, ami majd oda fog csalogatni. Cloudstone Shard. Aha, ott megy egy ilyen kis bizgentyű. Megpróbálom megfogni. Ez azért jó, mert craftoláshoz must have, amit dob a Moon... ez a Moon Shade Stone Shard. Erre mi van? Noting. Very good. Itt fel lehet mászni? Nem. Úristen! De várjunk, erre el lehet jönni. És még hol nem voltam? Még nem voltam a lépcső tetején? De a lépcső tetején már voltam. Itt nagyon sok felé... Várjunk, innen jöttem. Igaz? De szép a víz. Ahogy beleesik az eső. Igen, innen jöttem. Aztán itt feljöttem. De ott nem volt semmi. Itt eljöttem balra, még itt el lehet jönni jobbra. Oh my god. Fú, az most elkapott volna itt a vége. Aha, ott egy Jonathan. De Jonathan is dead. Gondolom rettenetesen nehéz mob lenne ez, hogyha utolérne. Ha átmunk reszből 3 is. Halleluja, végre dobják a healing itemeket. Vagy nem dobják, hanem lehet lootolni. Most ez egyébként itt egy boss battle lesz? Ez a fog? Mert akkor 17 000 szóló ide nem jövök be? Akkor szerintem én azt fogom csinálni, hogy visszamegyek a Nexusba. Visszamegyünk a Nexusba. Lépünk azt hiszem összesen 2 darab szintet. És akkor nem fogom elbukni a 17 000 szólt, mert ez most már elég sok ahhoz, hogy ezt itt most mind elbukjam. Make offering. For what? Nem akarok offeringelni. Haligali? Magicre kéne rakni, meg intelligence-re. Mennyi kell? Azt mondja... már ilyen sokba kerül a szint lépés. Hát akkor egy szintet tudok csak lépni. Magic. Aha. Vagy magic, vagy intelligence. 180 mana. Aha. Hát csak kéne a 20-as int. Azt kelleni fogja. Konfirmáljuk. Itt meg tolunk egy ripért nála. Tökély szaladás.
Rossz irányba jövök természetesen, aha. Szuper. Viszont most, hogy megöltem ott azt a nagy cuccot, most már kicsit könnyebb lesz szerintem ezt átfutni. Viszont ezeket gondolom ölni kell végig, mert ezek nagyon gyorsak. Aha. Gyere! Super! Ő elfelejtett rám lőni. Bleeding! Meg is fogok halni. Aha, nem baj, itt fogok úgyis az elején. Bleeding. Bleeding effektet tolnak ránk. Vagy rám, ezek a csontik. Ez mondjuk új. Mert eddig még egyik sem tudott rendesen megütni. Viszonylag távol tartom magam tőle, vagy magamtól őket, mert ez így... Tehát hiába akar ide guringálózni. Amiért még beérkezne, le tudom szúrni. Kivéve, ha átgurul a testemen konkrétan. Uh-huh. Most megint ketten jöttetek ide. Ó, az nagyon jó. Jó. Nem, már meg itt lesznek azok a lövöldözős gyökerek. Hú, nagyon messze vagyunk amúgy. Erre kell vajon jönni? Ha? Hát ez mi? Itt az elő fel sem áztam. Erre mi a búbánatos lókolbász van? Ott egy item. De jó, ezt az előbb észre se vettem. Kettő half moon gas. Hát ez csúdi jó volt. Na jó. Ó, nem! Ezek nagyon gyorsak. Ezzel nem lehet elfutni. Nem, nem, nem. Ezeket egyesével le kell szedni. Nem, 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 nem. Nem, 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 nem. Nem, nem. Nem halunk meg. Nem, nem. 8000 szól van ott elrejtve. Hát ez fantasztikus. Jó. Idegesítő egy mobok ezek egyébként, így, ha többen jönnek. Kezdetben nem is éreztem, hogy ezek ennyire bosszantóak, mert akkor ugye egyesével leszedegettem őket, és nem volt belőlük ennyi. Hmm. Ha minden igaz, akkor itt feljöttem. Aha. Ezt a Jonathant itt kiszedtem mágiával. Mert mint ahogy az előbb is láthatnátok, iszonyatosan nagyot sebez. Igen. Blade Stone shardot dob, az jó. Itt van egy... csapda. Ha? De csak egyszer lehet megnyomni, az jó. És akkor itt el kell menni oldalt. Aha, így.
Ez majdnem. Ó, itt rendesen lőnek rám. Atya Isten, mekkora damage-et toltál belém. Az összes hílemet eltalom, mire odaérek. Ez lenne a boss run egyébként, ahhoz a füstkapuhoz. Ez itt, ahol most itt végigjövök. Hát ha ez a boss run, akkor az borzalmas lesz. Csak most, már most előre szólok, hogy ez egy ilyen vérverejtékes borzadály lesz. Nem erre jöttem az előbb. Hanem, ha ez egy... Csakra. Szuper. És akkor ott van lenne egy Jonathan. Dead Jonathan. Ha meg se tudom lőni. Ha most találtam el. Dead. Hát még... Nézzük meg! Viszont a szólomat azt ott hagytam volna. 6514 szólom van csak. Elfelejtettem volna fölvenni a szólomat, ez komoly. Úristen, man! Erre felé van? Aha, itt van visszafelé. Muszáj vagyok backtrackelni, mert valahol itt hagytam a szóljaimat. Tudom is, hogy hol egyébként. Fú, de egy balfasság az ott felejteni, itt egy jó ég. És nem is tudok visszamenni. Nem lehet visszamenni. De vissza lehet. A Demon Souls-okat mindig élvezem. Egyedül mondom, azt a boss ránt nem. 10-es skálán mennyire? Hát ez nehéz megállapítani. Ez mindig sok összetevős. Mindig annyira szoktam élvezni, mint amennyire 10 kb. Nem tudom. Így nem érti... Így nem értékelném külön. Nem itt hagytam a szoljaimat a múltkor? De, mert ugye ott megörültem, hogy jaj, de jó, ott fel lehet menni, aztán itt... Ez nem az az egyik, az enyém. Nem, tuti nem. Akkor ez az? Akkor itt lentebb lenne? De nem. De tuti, hogy nem. Áú. Öcsém, kidugom az orrom egy résből, abban a pillanatban eltalál egy ilyen szar. Egy másodpercre nem hagy, nem hagynak élni, ba meg. Megállásnék, ott vannak a szoljaim. Jövő, feljöttem érte. Látjátok? 8618 szól. Az rohadtul nem mindegy amúgy, hogy nálad van-e. De jó lenne még azt a boss legyűrni amúgy, mert tuti, hogy boss, biztos vagyok benne. Ez az óriási nagy kapu. Azok általában nem szoktak csak ilyen átjárók lenni. Milyen hangjuk van már, mint hogyha bálnák lennének? Igen. És itt erre kellett eljönni? Igen. És itt le.
Fúj, ez mi? Fúj, ez nyalogat. Nem lehet fentről sebezni? De lehet fentről sebezni. Uramisten, mekkora damage-et tolt le rám. Nem látom. Hol van? Aha. Én a fejbe tudom csergetni. Óriásit sebez rajta a fire. És ég is amúgy. Haha. Mi ez a nyalogatás amúgy? Hú, öcsém, ezt a buliba lekapod. Madár ül a fején amúgy. Jaj, de jó, hát de jó, hogy át tudsz ütni a falon. Hát akartam kérni az előbb, hogy miért nem tudsz átütni a falon? Hát ott sokkal izgalmasabb, ha te a falon is. Így, így van. Azért tud átütni a falon, mert ott az a lépcső amúgy. Ne csináljuk, majd meg fog ölni falon keresztül. De, meg fog ölni falon keresztül. Rendesen, le fog szedni itt, innen falon keresztül. Ez egy vicc. Nehogy már most itt a végére megtanulta, hogy ahogy kell átütni a falat. Na, megint átnyalja a falat. Hát srácok, ennek csinálsz egy jóféle tejberizset, ez biztos, hogy úgy adja vissza neked a tányért, érted, hogy átnézel a közepén. Meg fog ölni. De miért kell átütni amúgy a falon? Ez mennyi? Ez annyira béna. Üssön át akármint, de miért üt át a falon, man? Hát ide nem tudsz felnézni. Nehogy már át tudjál nyalni a falon, a viccelsz. Még kettőt bekap ilyen damage-et, aztán visz le. Visz le. Body restored. One shall stand. Swollen Demon Soul. Alright, visszamegyünk a Nexusba megfejlődni. Kicsit unfairnek éreztem ezt az átnyalok a falon, de no problemo. Itt a csaj. Seek Soul Power. Kettőt is tudunk lépni. Na most kéne megfontolni, mire kéne pakkerolni. Magicen van 26. Fel kéne vinni 30-ra amúgy ezt a damage-et. Fel kell vinni 30-ra. Így van. Azt most 28-ra feltoljuk, aztán majd a maradékot meg bele fogjuk tolni. Jó, a kopasznál meg venni kéne Half Moongrass-t. Aligali. Ah, 8-at elad. Jó. Így van nálam 9. Kb. Semmire nem lesz elég, de mindegy. Ritual Path. Igen. Menjünk. Jó, itt nincs is más. Itt a bossnál, ugye? Az így ennyi. Oké. Okay. Ez a sok vér. Gondolom, akiket megevett. Ja, Istenem, ide hallom a hangját azoknak, akik ugye itt lövöldözni szoktak. Aha, ott röpkednek megint. Jaj, de szuper. Hát már csak ez hiányzott. Ott egy item. Nagyon szuper.
Uh-huh. Itt csak körbe lehet menni? Storied Warrior szól, az jó, az rengeteg szól, az vagy 2-3 ezer. Jó, itt lefelé lehet menni. Az ott micsoda? Ott egy item. Ja nem, csak tükröződött. Ja, tükröződött az égbolt. Á! RTX. Ott is ott egy item. Tudod, hogy itt lesz mindjárt egy csapda. Ó, itt ez a pali, akit megmentettünk, a Grave Robber. Tudjátok, akire kinyitottunk a Copper Key-jel. Hello there. Kösz! Te is így néznék ki, ha végig nyalt volna egy madárfejű dagadék. Ugyanazokat a szarokat árulja, mint az előbb? De akkor mi értem, hogy itt áll? A fella who lacks common decency. They call him Patches the Hyena. And he's the one that laid that trap for me. He's the kind of person who'd stab his own mother in the back. If you happen to spot him, you'd do us all a favor by putting him out of his misery. Igen. Have you been to the altar where the reapers summon shadows? What I think someone may be trapped in the lower cavity. I heard them praying for dear life. Pity the poor fool. He probably fell for one of Patch's old tricks. Szia, Skandi. Ez mi? Ez egy trap? Az a sarló, az nekem kéne. Az nekem nagyon kéne, az a sarló. Ez most mi akar itt lenni? Tökre aláztatok mindenki. Oké. The arrow is the best option. Akkor szerintem én ezeket magic-kel leszedegetem. Hát nem sokat sebzek rajtuk magic-kel. Mik ezek? Ezek gondolom így átölelnek és meghalok? Ó, itt fel is gyorsul, amikor már közel vagyok hozzá. Dead. Van még ilyen? Aha. És őt innen le lehet szedni? Lehet. Nem, nem tudok már magam alá lőni. No problemo. Elfőtt a manám. Ezek infinit fognak jönni? Mi ez? Ezeket az a lenti mágus idézgeti? Vagy mi a túró ez? Ott egy item, meg ott is. Innen oda lehet menni? Aha, simán. Ez mi? Titkos fal? Titkos fal? Nem. Kunai. Ez tök jó. És ez mi? Ez mi? Ó. Ha ezek infinit jönnek. Jó. 213 szól dobnak egyébként darabonként. És ezek ilyen brazil gépsorba gyártódnak itt lent. Aha. Olyan, mintha ott spónolnának abban a kék valamiben. Itt. Ó. Oh. Nem itt spónolnak ezek.
De ezekből rengeteg van. Az meg is halt, aki ott állt mögötte, gondolom az volt, akit fentről ledobtam. És a Reaperrel mi lesz? Ezeket fontosan újra fogja élezgetni szerintem. Ezeket kár is lövöldözni, mert csak elégetem a manám. Szerintem őt kéne leszedni onnan, aha. Ha nem is szereti annyira a damage-et. És akkor már többet nem fog idézgetni ilyen hülyeségeket? Ha most eltűnt az összes. Nagyon jó, végre. Full Moon Grass, ez mi? Semmi. Itt egy oltár, ha ezt megnyomom, akkor mi lesz? Kinyitottunk egy ajtót. Valahol ott, ahol be... Ja, itt! Ja, ezt nyitottuk ki. Áh, itt egy item. Ó, ezek jó cuccok. Jaj, de jó. Halljátok ezt a vonnyitást? Ez megint ugyanazok a... ugyanazok az elemik, amik egyfolytában lövöldöznek. Itt egy cukorka. Meg itt is. Ez mi? Ez itt mit vigyorog? Gondolom ide akarsz berúgni? Ha ide lenézek, akkor ide be fog rúgni? Ez ugyanaz a csávó, aki a Dark Souls 1-ben is leszokott rúgni. Ú, de egy szemétláda. Fú, de egy majom. És az mi, aki ott áll? Őt meg kell verni? Nem, de itt vannak itemek. Ha ott van egy valami. Ezt mindjárt lekapom onnan. Igen, ez egy olyan NPC, az olyan, mintha player lenne. Jaj, de jó már. Jó sok manája, vagy HP-ja van. Ön körülbelül 1400. Dead. Aha, ezt csak egyszer kell megölni. Nagyon jó. Ezt az ajtót fönn ki lehet nyitni? Open. Umbasa. Micsoda achievementek. Vagyis trófeák, bocsánat. Ha ezt felveszem, akkor ő ideges lesz? Umbasa. Igen? Hello? It's you. Did you cleanse the world of the aforementioned phantom? God has chosen you. And for that we are thankful, Umbasa. God has chosen you. And for that we are thankful, Umbasa. Ennyi? Ennyi mondani való, ezt ő itt áll lent. És mi az, hogy Umbasa? Azért van, hogy lehet fölmenni? Azért az itemért rá kell esni? Mondom, azért rá kell esni. Aha. Igen, úgy kell... De nem. Nem. Uh-huh.
Jó, mindegy, nem tudom. Menjünk tovább. Remélem meg lehet ölni azt a csávót, viszont akkor nem tudom, kitől fogom venni a Half Moon Grass-eket, hogyha őt kinyírom. Felét meg lehet ölni? Humans like us, we need to stick together. I know. Have this as a token of my friendship. Not bad, right? Megkíméljük Gash Resistance Ring. Come on. No need to drag each other down. Nem tudom, hogy életben hagyjam-e. Legszebb most kinyírnám emiatt, mert minden egyes Souls game-ben leszokott rúgni. És milyen gusztustalan a feje van? Na mindegy, megkíméljük. Most nem fogom őt kinyírni, fölösleges. Ezek itt valami hullák? Ha ez itt valami lénynek itt a dögevénye. Half Moon Grass-ből 5 is, nagyon szuper. Nem ölöm meg, mert nem tudom akkor kitől megvenni ezeket az itemeket, úgyhogy most szándékosan őt inkább nem bántom. A No Warrior Soul, mondjuk van egy csomó. Tony Magic Pants has invaded. Nagyon szuper, éppen kérni is akartam, hogy valami hülye gyerek bejöjjön és megpróbáljam megölni. Tök jó. Iszonyatosan örülök neki. Erre még azért szétnézek. Ja, de itt én már voltam. Ja, de itt már semmi más nincsen, csak ez a csávó. Ja, értem, és most kéne leugrani ezért az itemért. Le lehet érte vajon innen ugrani? És ha innen ugrok rá? Nem, nem lehet érte leugrani. Nem, mert nem is úgy esel le. Hát ez egy jó kérdés. Na mindegy, itt hagyjuk. Most ezzel nem fog több időt beletenni, mint amennyit se kéne. Tony Magic Pants. Ő így jönni fog utánam végig? Ja, és akkor most ő meg fog engem ölni. Ja, most ő engem meg fog ölni. Ja, ő azért jött ide, hogy megöljön engem. Ja, értem, akkor ez egy ilyen invéd. Jaj, de jó. Istenem. De talig sebzek rajta. Látjátok? Na, meg is ölt. És akkor most elejére fog kidobni, mert egy hülye gyerek beinvédelt. Úristen, ez komoly.
És most innen kéne levergődni, oda, onnan jöttem. Ki fogom kapcsolni az online funkciókat, mert ennek sok értelme így viszont nincs. Bár annyira sok mindent azért nem tudott most vissza, vagy nem olyan, de nem vagyok olyan messze. Jaja, ott a Reaper. Arra ráugrok. Aha. Hát, ez lehet, hogy nem volt jó ötlet. Ah. Istenem. Ha most minden jól megy, egyébként el is vesztettem a szójémat, ugye a hülye gyerek miatt. Jaj, de jó, komolyan, de szuper, ez az invéd a legszuperebb. Már akartam is kérni, hogy hát, ha lehetne még valamit nehezíteni a gémen, de ez tök jó. Amúgy semmiben nem lenne az invéd, de nem lenne ennyire unfair, hogy bejön egy paraszt, és konkrétan két fésből ki tud nyírni. Nagyon szuper. Itt vannak a nulla szoljaim. Na és akkor hova is szerettem volna én menni? Meg mit szerettem volna csinálni, mint bejött a hülye gyerek? Várjunk csak, itt ennél a srácnál, igen, a Patchesnél gondolkoztam, hogy mit kéne itt csinálni. Ja. Ja, és itt nincs is más. Itt ez csak ennyi. Még kifelé lehet menni szerintem. Ez mi? Ja, gondolom, még kifelé lehetne menni. Itt már nem nagyon találok más szerintem. Mert ugye itt lehet lemenni. Ja. És itt lehet kimenni. Jó, oké. Akkor ez így ennyi. Szerintem. Mi mit tudom én? Tudja, búbánat. Teljesen megkavart ez a kis köcsög, aki bejött megölni. Nem, szerintem itt már más nincsen. Arra nem fog tudni ráugrani. Never ever. Na jó, menjünk akkor erre. Ezeken a dögökön keresztül. Itt van valami. Warrior Soul. Ez ezeknek a szállók is valamiknek a hullái. Amik most megint lőnek rám, mint az állat. Na jó, srácok. Innen fogjuk folytatni legközelebb, most már agyilag nem bírom. Már most nekem már ez kezdett sok lenni. Főleg ez a hülye, aki bejött megölni. Mi a szarnak? Ennek mi értelme van? Na mindegy, biztos megvan a maga örömteli foganatja, hogy valakit, aki progressz, az kinyírod, és akkor előre kell kezdeni a nagyjából mindent. Na mindegy. Mindegy, biztos ez valahol jó. Én nem látom benne a jó dolgot, de biztos vagyok benne, hogy vannak emberek, akik ki tudják élni a saját nyomorukat, amit így megélnek az életben. Srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Holnap Assassin's Creed-ezni fogunk. És utána pedig pénteken majd Monster Hunter-ezni. De köszönöm tényleg, hogy ennyien bejöttetek, meg hogy végigkísértétek, tök jó volt, hogy itt voltatok, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. A Demon's Souls ez egy kicsit egy ilyen stream, azban annyira nem tudok sokat beszélni, mert nagyon-nagyon kell figyelni, meg a végére el is fáraszt rendesen, mert nagyon sokat kell figyelni, de a streamben megcsináltunk összesen 4 boss-t, ami nagyon jó, 4-et. Ami tök jó. Nagyon-nagyon sokat haladtunk előre, rengeteget. Lényegében majdnem 2 teljes pályarészt meg is tudtunk csinálni, úgyhogy maradt még 2 összesen a végjátszásból, tehát lehet, hogy a jövő héten véget fog érni a Demon's Souls, hogy a végére érünk, vagy a jövő hét utáni héten. Tehát már nincs belőle sok hátra.
nem olyan hosszú már innentől kezdve a game. Köszönöm a figyelmet, holnap Assassin's Creed-del találkozunk, srácok. Szép estét nektek, vigyázzatok magatokra, holnap ugyanígy találkozunk ugyanekkor. Nektek is jó pihenést, sziasztok srácok, minden jót!